Szeretettel köszöntjük a Pax TV nézőit a csendes percekben. Néhány évvel ezelőtt a családdal egy évet Mongóliában éltünk misszionáriusként, és utolsó nap, mielőtt elindultunk, egy amerikai misszionárius felesége küldött nekem egy rövid e-mailt, és volt abban egy mondat, ami nagyon sokat segített. Azt írta, hogy a szeretet az a nyelv, amit a világon bárhol megértenek. Amikor nem tudtam, hogy mit tegyek, akkor mindig ez a mondat visszhangzott bennem. Egyszerűen az a dolgom, hogy szeressem az embereket, és hogy ezt ők érezzék is. Hiszen, ahogy a példabeszédek 27.5 mondja, jobb a nyílt feddés a titkolt szeretetnél. A szeretet akkor ér valamit, ha célba ér, akkor ér valamit, hogyha a másik azt érzi, megtapasztalja, attól megváltoznak az, az érzései, a gondolatai, az identitása, a, a világlátása, a jövőképe. És nagyon fontos az, hogy bár sok minden fontos és értékes dolog van a földi életben, hogy ne legyünk annyira beleveszve a saját ügyeinkbe, hogy ne lássuk meg az embert. Krisztus követőiként tőle tanulhatjuk azt, hogy ő mindig, akármilyen fontos küldetésben is volt, észrevette azokat az embereket, akik mellett elhaladt. És néha tanítványok értetlenül néztek, hogy miért áll meg egy, egy koldus mellett, vagy, vagy miért áll meg egy fo alatt, és szólítja meg Zákeust, de ő látta az embereket a maguk nyitottságával, a maguk, maguk problémájával. És az ő követőiként ez az elsődleges küldetés hogy mi is meglássuk az embert, és szeretettel forduljunk feléjük mindig észben kell tartanunk, hogy Isten mindenkit szeret. És úgy kell az emberekkel bánnunk, ahogyan Jézus bánna velük. És nagyon fontos az, hogy akár a mai napban gondoljuk azt végig, mit tehetek a körülöttem élő emberekért. Milyen apró gesztusokkal, vagy milyen második mérföldekkel tudom nekik kifejezni azt, hogy ők értékesek, hogy, hogy nincsenek elfeledve, hogy milyen módon tudom visszajelezni számukra azt, hogy hogy szeretettek és fontosak. A legegyszerűbb út a mosoly. Egy egyetlen mosoly, ami sőben kerül nekünk, megváltoztathatja valakinek a napját. Amikor egy szupermarketben elköszönünk a pénztárostól, ha rámosolygunk és azt mondjuk, hogy legyen további szép napja, lehet, hogy megváltozik az az óra, amit éppen ő átél, vagy ő áttölt. Lehet, hogy most nem az ölelések idejét éljük, amikor szavak nélkül is ki tudjuk fejezni a, a szeretetünket mások felé. Lehet, hogy annak az időszaka van, amikor tanulnunk kell a szavainkkal kifejezni, bátorítani a másikat, visszajelezni az értékeiket, visszajelezni, nem venni természetesnek azt, amit másoktól kaptunk. Egy egyszerű dicséret, hogy jól áll neked ez a ruha, vagy, vagy nagyon finom az az étel, amit elkészítettél, vagy sokat jelent számomra az, hogy nem felejtesz el, vagy melletted biztonságban érzem magam. Ezek az apró gesztusok üzenik nekünk azt, hogy értékesek vagyunk, fontosak vagyunk, és megerősítenek abban, aminek az Isten szánt bennünket. Legyünk a szeretet csatornái mások felé. A szeretet legnagyobb képviselője, amikor köztünk hát Jézus Krisztus, mindig kérdezték róla például a szeretetről, és hogy kifelé gyakoroljuk ezt. Ő így válaszolt, hogy bizony mondom nektek, amikor nem tettétek meg ezeket egyel a legkisebbek közül, velem nem tettétek meg. Illetve a másik oldal, ha megtettétek egyel a legkisebbek közül, velem tettétek meg. Mi a szeretetünknek az irányát úgy gondoljuk, hogy irányíthatjuk, vagy meghatározhatjuk. És a földi életünkben nagyon sokszor úgy működik ez, hogy minél nagyobb rangban van valaki, annál nagyobb szeretetet gondolunk adni neki. És minél kisebb valaki, vagy minél jelentéktelennek tűnő ragban van valaki, annál kevesebb szeretetet gondolunk neki adni. Illetve fordítva is igaz, hogy minél jelentéktelennek tűnő hétköznapi életet élő emberek vagyunk, azt gondoljuk, hogy bennünket biztos nem szeret az Isten, de őt persze hogy szereti. De az Isten egyáltalán nem foglalkozik a társadalmi viszonyunkkal, a pénztárcánkkal, hogy milyen autóban vagyunk, egyáltalán van-e lakásunk, és milyen az életünk, az ő szeretetét mindenki felé gyakorolja. Ez az Isten, amikor azt kéri, hogy mi is ezt tegyük, akkor nem olyat kér, amit ő, ne, ő már ne tett volna meg előre. És hogyha megnézzük, akkor és megfigyeljük, akkor megláthatjuk azt, hogy Isten mindenkit egyformán szeret. Csak egyszer megyek át ezen a világon. Ezért minden jót, amit megtehetek, vagy minden kedvességet, amit bármelyik testvérem iránt mutathatok, azt hadd tegyem meg most. Ne engedd, hogy halogassam, vagy figyelmem kívül hagyjam, mert nem mehetek végig újra ezen a világon. Adjon az Isten nekünk ahhoz bölcsességet, hogy amit ma tehetünk meg, ahogy ma szerethetünk másokat, azt a lehetőséget meglássuk, megragadjuk, és a szeretetben az a fantasztikus, hogy minél többet adunk, annál inkább felgerjed bennünk is a szeretet, és megnyugszik az Isten lelke bennünk. Legyen így áldott napunk mindannyiunknak.